Miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek ma szavazni? Hát azért tartottunk fontosnak, hogy hát legalább mindenkinek is fontos legyen, őknek is fontos legyen, hát ez valamit. Csak az életért, csak csináljunk valamit. Hogyan tájékozódott a jelöltekről, tehát hogy hozta meg a döntését, mennyire vett részt aktívan a kampányban? Aktívan? Hát azért, mert én csináltam félig, és hogy hát szeretném én is úgy, hogy az ország valamit dönt magáról, hát ez, na, valamit dönt magáról az ország, úgyhogy hát... A barátaival mennyire volt fontos téma mostanában a választás, vagy ismerőseivel, családjával? Hát most mit mondjak magának? Hát fontos volt ez a válasz, mármint nem mond, fontos volt, mert megmondom őszintén, hogy hát... Mit mondjak magának? Nem olyan fontos volt ez a választás, mert jelenleg hát, mit mondjak magának? Egyik párt a másik, de szeretnék erre jutni, hogy hát legyen valami. De mennyire beszéltek róla az ismerőseivel, amikor mielőtt eljöttek volna szavazni, hogy hogy lenne jobb? Én nem beszéltem szóval az ismerőseimmel, de megbeszéltem, hát úgy, hogy mindenki arra szavaz, amit akar. De én erre a pártra szavaztam, őszintén megmondom, nem mondom most, mert nem nyilvános, mert nem szabad, mert kampányban. Úgyhogy hát, nem tudom én sem. Mitől van az, hogy az emberek nem vállalják föl, még 16 évvel a rendszerváltás után sem, hogy kire szavaznak? Hát szerintem félnek tőle. Mert nézze, én is szerintem félnek tőle, hogy hát mit vállalnak. Szerintem félnek attól, hogy hát, ezt vállalják, azt vállalják, de nem tudom most. Jelenleg, úgyhogy nem tudok nyilatkozni annyira magának most jelenleg.